Sziasztok, jelentem, indulnak a Gala Music nódok, nézzük is meg, amit eddig lehet tudni, én már el is indítottam őket. Végre elindultak ma élesben a Gala Music nódnak ugye az oldala, tehát el tudjuk indítani már nódokat is. Ez jó annak, aki rendelkezik nóddal, jó annak, aki zenei NFT-ket birtokol, és azoknak is, akik csak ugye új előadókat szeretnének ugye megismerni, zenét hallgatni, és ezzel is támogatni ugye az első ilyen szolgáltatást, ami a blokklánc technológiát használja. Be tudjuk már indítani tényleg a nódokat, hozzá tudjuk csatolni ezekhez már az NFT-ket is, és akinek ugye csak zenei NFT-je van, de nódja mondjuk nincsen, az is más emberek csomópontjához hozzá tudja csatlakoztatni a számait, és így ugye feleznek a hasznon, szóval win-win szituáció, de akkor egy kicsit most így előre szaladtam ezzel, nézzük meg szépen sorjába az egészet, hogy hogy is működik ez. Az eddig gyűjtött decibeleket, ugye eddig decibeleket kaptunk a nódokért, hogyha futtattuk, átváltják nekünk ilyen beams pontokra, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint eddig a decibel, amit majd ugye tudunk használni vásárlásokra a store-ban, ami egyébként áprilisban fog indulni a store elméletileg, mindenféle élményre, gondolom ilyen koncertjegy, meg póló, meg ilyen szokásos dolgokat is kaphatunk majd ezekért, meg arra is használhatjuk ezeket a pontokat, hogy kvázi így besztékeljünk ugye belőlük egy adott előadónál, és ezért mi kapunk jelenleg évenként 18% hozamot, szóval ezzel így támogathatunk egy-egy előadót, hogy népszerűbbé váljon, és még sok dologra lesz jó egyébként ez a pont, majd belemegyünk ebbe egy kicsit később. A lényeg, hogyha neked volt Ultimate hangrendszered, ugye, amit ugye decibelből állítottál össze, azért 211 beam pont jár, a megáért 135, a loudért 64, a bigért 30, a smallért, a legkisebbért pedig 11 beam pontot kapunk, tehát így váltották be. Nekem valami 556 lett, hogyha jól emlékszem. Ugye nekem két darab music nódom van, de ugye az egyik az VPS-en fut, az mindig ment, tehát az állandóan ment, a másik az viszont néha, amikor nem voltam itthon, meg ilyesmi, akkor nem ment, szóval így nem értem el teljesen a 600-at, gondolom pont 600-at kellett volna kapnom, hogyha végig megy. Ezek a váltószámok, ezt mindenkinek már át is pattintották erre a másik pontra, szóval ez igazából automatikusan működik, csak gondoltam, elmondom, de egyébként a Galának a Discord szervénél ez le van írva, hogy miért mennyit kaptunk. Egyébként fontos továbbá, hogy ezek a Beams pontok át fognak változni majd a tőzsdei bevezetést követően Gala Music tokenre, szóval addig is ugye ezt nem tudunk vele fizetni, meg semmi ilyesmi, amikor bevezetik a tőzsdére, utána tudjuk átidalni magunknak RC20-as hálózatra, ugye a Jiriről, és akkor már igazából bármit csinálhatunk vele. Így gyorsan a főoldalon, ugye itt látjátok is a háttérbe, lentebb egy picit, ugye itt a fontos híreket találjuk itt fönt, itt kicsit lejjebb itt a utoljára belistázott zeneszámokat, itt látjuk, hogy ebből elfogyott már az összes, itt ez 2422 galába került, és ugye itt látszik, hogy 0/100, tehát megvették az összeset, de mondjuk ebből a mellette lévőből még van 65 darab, tehát ezeket itt meg is tudjuk egyből venni, bele is lehet egyből hallgatni, ugye kicsit lejjebb tekerjük, itt ugye az előadók vannak, ezeket is lehet nézegetni, itt lehet jobbra-balra tekergetni szépen, még lejjebb tekerve, itt pedig ezek még mind ilyen coming soon, tehát ezek még nincsenek, itt még a bónusz trackeket, a élő események, hogyha lesznek,
vagy lesznek ugye ilyen VIP élmények, nem tudom, ezek mik lesznek majd. Tehát itt majd ilyen új újítások lesznek, ezeket még nem lehet megnézni, ezek majd a későbbiekben lesznek, de akkor nézzük is meg a lényeget. Itt a jobb felső sarokba lévő profil kis képünkre kell kattintani, arra rányomtok, és akkor itt ugye le is jön ez a menüpont. Itt ugye látjátok adataitokat, mennyi Ethereum, Gala, és itt vannak ezek a Beams pontok, ugye nekem itt 57 van, de ebből nekem valami 557 volt, tehát 500-at ugye én bestékeltem úgymond egy előadóhoz, majd azt is megmutatom. Itt ugye ezeket látjátok, és akkor itt vannak a fontosabb menüpontok. Most nézzük meg ebből a My Collection-t, ez az első. Itt azonnal látjátok is, hogy nekem van 12 zenei NFT-m, és itt látjátok, hogy a mai napon ezt, vagyis hát ez a havi ugye 1819-re hallgatták meg, és akkor át tudok kattintani, itt a héten ugye 1430, és ma pedig 1100-an, tehát látszik, hogy ma hallgatták a legtöbben, ugye 911-es százalékos növekedés, mivel ugye hát ma indult az egész, tehát hogy ez annyira nem meglepő. Lentebb ugye itt láthatjátok nekem, milyen zenei NFT-im vannak, ez az MT című számot ma vettem egyébként meg OpenSea, mert sajnos lecsúsztam róla, így kétszer annyiba került az NFT, de hogyha a sor végén megnézitek, hogy 2855-en hallgatták meg, ez annyira nem volt talán rossz döntés. Ugyanis én azért vettem meg, mert én szeretem ezt a ilyen metal stílust, és Gala Musicon nem nagyon van, sőt talán én csak ezt az egyet találtam, ezt egy számot ettől az egy előadótól, szóval aki szereti, az meghallgatja valószínűleg sokszor, és ugye ebből is csak 100 darab van. A lényeg, hogy itt látjátok a többi zenémet, látjátok ugye a ritkaságát, ugye, hogy silver, vagy bronz, vagy milyen ritkaságú, látjátok ugye a hálózaton, ugye a Jiri hálózaton kell lenni, hogy be tudjuk csomóponthoz ugye rakni, mennyien hallgatták meg, és itt pedig a darabszámot látjátok, nekem egy-kettőből van kettő, mert ugye ezt azt hiszem ajándékba kaptam, vagy lehet, hogy ezt nem, ezt lehet, hogy kettőt vettem elő, de valamit ajándékba kaptam, és ugye két nód miatt kettőt adtak. És akkor a ritkaság ugye az a bronz, vagy a silver, azt mondtam, hogy itt a számnak a hosszát látjátok, tehát ilyen mindenféle adatot lehet itt látni. Nekem ennyi NFT-m van igazából. Még van amúgy egy Snoop Dogg számom, és azt valamiért még nem tudtam átrakni ide, azzal még szenvedek, az nem tudom miért nem engedett átpakolni, szóval azt még itt most nem látjátok a listába. Tehát akkor igazából plusz egy, szóval akkor 13 zenei NFT-m van. Ezeket ugye hozzá tudjuk csatolni a következő menüpontba, de egyébként mondjuk itt még meg is tudjuk ezeket is nézni, hogy előadókat, meg a gyűjteményt, ugye tehát itt még nekem van egy ilyen nyitott boxom is, meg egy ilyen révklábos ilyen majmom is, ezeket is itt meg lehet nézni. Jó, és akkor menjünk át a következő menüpontra, az pedig a My Access Pool, ugye itt már egy kicsit érdekesebb dolgok lesznek. Itt ugyanis látjátok, hogy én ennek a September Morning zenekarnak, ugye ez a metal, amit mondtam az előbb, level 2-es ilyen, hát nem is tudom, ilyen stékelést, vagy ilyen holdingolást csináltam, ugye ebből is több level van, azt is meg fogom mutatni, mert level 1, level 2, level 3, és ugye level 1 az 100, ilyen beam pontba kerülnek, én ugye 500-at látjátok fölül, én 500-at raktam be, ez a level 2, és a level 3-nál meg 1000-et kell így besztékelni. És akkor itt, hogyha lenyitogatjátok ezeket a kis nyilacskákat, akkor itt szépen látjátok is, hogy a éves reward az 0,18, tehát 100-at raksz be, akkor ugye 118 jön vissza évvégén, és igazából ennyi, ezzel lehet őt támogatni, és mindjárt meg is fogom mutatni, hogy hol lehet ezt így beállítgatni. Itt rá is nyomtam ugye az előadóra, és akkor itt látjátok, hogy összesen ez a total, vagy a token hold ugye az 8559, tehát ennyi ilyen tokent raktak be az emberek, itt lejjebb látni, hogy 1000, ugye 1000 a max, amit be lehet rakni, tehát hogy 1000-es lesz 500-as, meg 100-as, tehát hogy valószínűleg 822-t nem fog senki betenni. És akkor az a lényeg, hogy 25 darab fanja van most ennek a előadónak, akik már így holdoltak ide be ilyen tokeneket, és ugye 18% jön, és akkor itt látjátok, hogy a level 1 az ezt adja, ugye én a level 2 vagyok, most nem tudom miért ilyen hülyenek meg, mindegy, a level 2 vagyok, ugye ezért ilyen szép rózsaszín, és akkor itt látjátok, hogy miket kapunk. És akkor például itt látszik, hogy ha ide rányomunk a kis, vagy nem is kell rányomni, csak ráviszik az egeret, akkor itt látszik, hogy a például ebből a, hogy amit kaphatunk, ugye NFT ilyen droppokat, majd elvileg itt ugye számít, hogy level 1, level 2, level 3-as vagy, mert egyszeres, ötszörös vagy tízszeres, tehát hogy ugye itt számít, és ugye megvettem volna ezt a fullosat, az ezreset, amit egyébként majd meg is akarok, akkor itt már nyilván
a 10-10-10-es jár ugye a level 3-as szintért. Tehát és itt látjátok, hogy mik járnak, még ilyen 5%-os kedvezmény, pre-sale, hozzáférés, meg ilyesmi, tehát hogy ezt érdemes megnézni. Hát mindenképp érdemes, mert ugye ez hosszú távú dolog, tehát ezeket a pontokat én be fogom mindegyiket rakosgatni ilyen zeneszám, vagy ilyen előadókhoz, és akkor hát egy évig biztos nem fog beleadni, de szerintem tovább se. Tehát hogy nyilván később szerintem már nem lesz 18%-os hozam, hanem ez ugye csökkenni fog, mint ahogy mindenhol az van, hogyha egyre több a felhasználó, egyre jobban csökken. Lehet, hogy 2 év múlva már csak 1%-ot fog hozni, most csak mondtam valamit így hirtelen. Na és akkor nézzük is meg itt a My Player Nodes menüpontot. Itt lesz ugye a lényeg, a én nódjaim. Itt bejön, itt egyből itt igazából láthatjátok is, hogy ugye itt a overview menüponton vagyunk, itt látjátok, hogy nekem 13/13, tehát 13 zeneszámomból 13-at hostolok is, 2 nódomon, mind a 2 fut, itt ugye a rewardnál még nem látjuk, hogy mi van, mert ugye ma kezdtem el, tehát ezt majd csak holnap látszik itt, hát itt csak ilyen bullshit van lejjebb, ezt meg lehetné, meg ugye a mai legjobb számok, tehát hogy legtöbbet hallgattak, hát igazából nekem ebből 2 is megvan, azt hiszem ez is megvan, az október London szám, meg ez is akkor az egész jónak számít, de hát nyilván ez most még egyre többen fogják ugye használni ezt az egészet. Jó, akkor itt a Your Music fülnél látjuk ugye ugyanúgy a saját számokat, ugye itt lehet lecsatlakoztatni a számokat, meg hozzárakni, meg hogyha itt ráviszem az egeret, akkor például látszik, hogy ez nekem ott azon a számú nódomon van, mikor raktam be, ott van a felhasználó neve, meg hogy a második slotban van, tehát hogy hányadik slotban van, ugye ez mondjuk a 8. slotban van, tehát igazából meg tudjátok nézni, ebből például nekem 2 van, és minden, és itt látjátok is 2 darabon, hogyha lenyitom, akkor itt 1-2, tehát a 25-es meg a 28-es az enyém, hát igazából itt ezeket látjátok ezen a menüpont, és akkor itt ugye rányomok erre, ez a 2 nódom, itt egymás mellett, itt akkor látjátok is, hogy 10/10, itt is ugyanúgy meg rewards nincs, és akkor itt vannak a számok, hogy miket csatlakoztattam hozzá. Ugye 10 hely van, 10-et tudtam hozzárakni, az tök egyszerűen hozzá lehetett pattintani, semmi extra, ugye kéri ezt a transaction passwordot, meg a autentikátor, tehát ez a szokásos dolgokat kéri, az könnyű megcsinálni. Egyébként azt hiszem, hogy azt olvastam a Discordon, hogy most még ingyenes hozzárakni a számokat, meg a nódot is ingyenes beüzemelni, tehát hogy nem kerül ilyen beambondba, de ez később azt hiszem abba fog kerülni. Ebben nem vagyok biztos most így hirtelen, de azt hiszem, mint hogy ezt olvastam volna. Lényeg, hogy ezt csináljátok meg most, akinek van nódja, mondjuk úgyis meg fogja valószínűleg csinálni mindenki. És akkor itt egyébként itt még tudunk, tehát mondjuk egy nódhoz ugye 10 számot tudunk hozzárakni, alapból itt látjátok is, hogy 10/10, viszont tudunk hozzárakni új slotot, ami itt van, és egy slot, látjátok, 150 ilyen pontba kerül, ami mondjuk azért nem kevés, ha azt nézzük, hogy mióta lehet így decibel gyűjteni, én mondjuk kerekítve 600-at gyűjtöttem, tehát ez igazából annak a negyede, és az egy plusz slot, ez ugye azért jó ez a slot dolog amúgy, mert ugye music nódokat már nem lehet venni, tehát hogy azt már hiába izé pöröksz, nem tudsz venni. Tehát és hogyha van neked egy, ugye legtöbb emberek csak egy van, az annak érdemes lehet majd később, hogyha megjelenik mondjuk a kedvenc együttese, vagy amit nagyon sokan hallgatnak, érdemes lehet ilyen szlotokat venni ugye a nód használatért kapott pontokból, és akkor plusz még NFT-ket be tudsz hozzá párosítani, és ugye ezzel növeled gyakorlatilag a hozamodat, tehát a passzív jövedelmedet gyakorlatilag növeled, főleg, hogyha jól eltalálod, hogy mit hallgatnak nagyon sokan, tehát ez amúgy egy tök jó dolog, hogy egy nóddal is lehet bővülni, mint 500 zeneszámig is, tehát ugye csomóig, és ugye ami pedig itt van, ez a gomb, hogy Community Hosting, ez meg azt jelenti, hogy ez be van kapcsolva, és mondjuk meg is mutatom itt a másik nódomat, mert a másik nódomnál csak 3 zene van berakva, itt ugye még vannak üres helyek, és ez be van kapcsolva itt, akkor tudjuk azt csinálni, hogy ugye más ember a saját, hogyha neki csak NFT-je van, mert mondjuk ő lemaradt, lecsúszott, például Zarna az mondjuk nem vett music nódot, ő lecsúszott erről, például most a saját zene számát be tudja ide rakni. Tehát azt tudja így hostolni másik embernek, és az a lényeg ennek a hostolásnak, hogy ilyenkor felezés van. Tehát, hogy a napi fele rewardot én kapom, a napi felét, mármint a nód tulajdonos kapja, a másik felét meg az, aki a NFT tulajdonos. Nyilván, hogyha az saját nódom van a saját zeném, akkor 100% nekem jár. Amúgy ezt elfelezi, tehát ez ilyen elég egyszerű mögött a matek, de szerintem tök jó ki van találva, ugye most ezt mindenki döntse el magának, hogy éri meg ezt csinálni.
tehát pont most beszéltem valakivel, akinek van nódja, a kettő is, és ő például mondta, hogy ő nem fog NFT-ket venni, majd az emberek berakosgatják hozzá, ami ugye neki nem kerül pénzbe, tehát hogy nem ad ki galát azért, hogy megvegyen egy NFT-t, és viszont itt csak a fele reward jön. Hát ez majd később derül ki, ez most jó vagy nem jó, vagy mi a helyzet. Szóval a lényeg, hogy én nagyon jónak láttam a Gala Musicot, eddig is vártam, hogy induljon el, de most már a felületet is, hogy ahogy ki van az egész találva, a dolgok egyre jobban tetszik, tényleg szerintem nagyon jók a funkciók, látszik, hogy ez egy átgondolt munka, én biztos, hogy mostantól pörgetem a Gala Musicot, ha kell, ha nem, tegyetek ti is így, és generáljunk ebből is passzív jövedelmet magunknak, ha bármilyen kérdés van, akkor az jöhet a videó alá kommentbe. Node beüzemelésének és a zeneszámoknak a párosításának van egyébként ilyen leírása, a szokásos galás leírás, ezeket be fogom tenni a videó leírásába, ahogy azt a linket is, ahol tudtok csatlakozni és hallgatni az egész platformot, aki esetleg nem rendelkezik még gala regisztrációval, meg nem tudja, hogy hol kell, meg stb., az is meg tudja ezt így nézni. Köszi szépen, hogy megnéztek ezt a videót, majd jövök pár nap múlva megint egy videóval, amikor majd látszik, hogy ugye mennyit hozogat nekem, és akkor majd tudunk számolgatni kicsit. Ha tetszett a videó, kérlek, tudjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Thank you.